A vajdasági magyar közösség egyedi helyzetben van, hiszen van országos kisebbségi önkormányzata, azaz kisebbségi autonómia, de emellett részese egy területi autonómiának is, ami mind a 26 nemzeti közösség autonómiája, aki Vajdaság területén él, és ennek vannak hatáskörei, amelyeket az egész régió, de a magyar közösség fejlesztésének, fejlődésének, ügyeinek, intézésének a szolgálatába is tudunk állítani. Erre kérjük a támogatást december 17-én mindenkitől, vegyenek részt a választásokon, és támogassák a Vajdasági Magyar Szövetség listáját, úgy tartományi, mint országos szinten. Mi Vajdaságot egy erős európai régióként éljük meg, azt szeretnénk, hogy az legyen, egy olyan régió, amely összeköttetésben áll Magyarországon keresztül egész Európával, ahol átjárhatóak a határok, ahol vonattal el lehet jutni Szabadkáról Szegedre és vissza, amely biztonságos régió, és az embercsempészek, az elhibázott brüsszeli migrációs politika nem veszélyezteti a mindennapjainkat, a határrégióban élőknek az életét.